nem tudom, de az iménti szituáció is egyszerűen értetetlen. Tehát nem nincs rá magyarázat, hogy ez elfogadja az ember, persze, vannak hibák, de nem tudom azt megérteni, hogy ez miért van. Miért történik az? Na most Kovács, ketten jönnek középen. Ez jó volt, Kovács, elborítja a labdát, Szabics, gól. Nagyon szép támadás volt. Gyönyörűen játszott a védők mögébe Kovács a labdát, Szabics kilépett, és elgurított a Hambarcunyán mellett a jobb sarokba. Hát felébredt a magyar csapat, csak ébresztőt kellett fújni. Ezt már Hambarcunyán sem védhette. És milyen érdekes a futball, hogy nagyobb helyzetekből nem tudtunk gólt szerezni, ami szinte azt kell mondjam, zicser volt. Ez pedig már itt veszett fejszennyele címén, ugye, létszámban vannak a védők, és gyönyörűen mögé üres területre Imre is bepörgeti. Az Eciu nem kap dicséretet az örmény játékosoktól, az biztos, mert ahelyett, hogy elrúgná a labdát, elhúzza szinte a lábát, de már előtte, ahogy Kovácshoz került, mutatta neki Szabics, hogy indulok középen, játsz be nekem a labdát, be is játsza. Gyönyörű megoldás volt, hogy Szabics Imre elpörgette a kapus mellett a jobba a labdát. 1-0-ra vezetünk, hát ki... Lisztes. Visszaszerezte Lisztes. Királyé. Ott van a gólhelyzet, és még mindig üres a kapu, bent van 2-0. Lisztes érkezett nagyon jó ütemben. Hambarcunyán dühöng, hiszen az elsőt még megúszta Szabicsét, aztán érkezett Lisztes, az viszont már bement. 2-0-ra vezetünk, most aztán már tényleg nyugodjunk meg. Szó nincsen lesről, a középső ember Kirakosian beragad. Szabics csetlik, botlik, és aztán ott van Lisztes, aki követi a támadást, és kegyetlenül bevarja a léc alá a labdát. Tegyük hozzá, hogy több ilyen lehetőségünk. Jó, hogy kettőt tudtunk gólra váltani, és az ellenfélnek is volt több lehetőség, ez kétségtelen tény. Azért én nem vagyok biztos, hogy Szabics magától esett el. Maradjunk azért annyiba, hogy ha ez nem gól, akkor ez 11-es.